Tetszebbé a karácsonyt. Ezzel a címmel hirdettek programot a tolnán működő civil közösségek a hátrányos helyzetben élő gyerekek támogatására. A felhívásban 7 civil szervezet vett részt. Több civil egyesület fogott össze azért, hogy a tolnai hátrányos helyzetű gyerekeket egy kicsit megajándékozunk karácsony előtt. A ma este arról szól, hogy mi a fellépők leszünk az ajándék, aztán majd a szervezők egy nagy ajándékot szereznek be azoknak, akiknek esetleg kevesebb jutna a fal alá. De én azért szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanaz ajándékozás a lényeg, de nem feltétlenül a tárgyi ajándékozást. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb öröm akár ma, akár egy másik alkalomkor együtt lenni azokkal, akiket szeretünk. Ez a mai alkalom, ez egy kezdete a várakozásnak, de remélem egy szép befejezése lesz egy karácsonyi ünnepségkor majd. A koordinációs szerep a Családsegítő Központnak jutott. Székely Anikó központ vezetője azt mondja, mindenki első szóra csatlakozott. Hosszú évek óta szervezzük ezt a programot itt Tolnán. Az idei évben 7 szervezet összefogásával valósult meg ez a rendezvény. Egy jótékonysági koncert előzi meg ezt a programot, amelynek a bevételét a Tetszebbé a karácsony programban megajándékozott gyermekek ajándékaira fordítjuk. A befolyt összegből hátrányos helyzetű gyerekeknek állítunk össze karácsonyi csomagokat, és azt egy ünnepség keretében adjuk át a részükre. Az ünnepséget a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium fogja szervezni, és helyileg is ott fogjuk tartani. Terveink között az szerepel, hogy 50 gyermeket szeretnénk megajándékozni. Édességgel, játékkal, írószerekkel, könyvekkel. Az oktatási intézmények javaslata, illetve a családsegítő szolgálat javaslata alapján kerülnek a gyermekek ebbe a programba. A jótékonysági est fellépője volt az Ad Libidium Kamara Kórus. Mindenképpen kihívás. Először is azért, mert egy nagyon nemes célért fogunk most énekelni. A másik pedig az, hogy barátok, ismerősök, volt tanítvány. Tehát ott csupa olyan ember lesz itt, akik minket ismernek, akik tőlünk sokat várnak. És ezért igyekszünk is majd, remélem, meg is tudunk felelni az elvárásaiknak. Az adventről, a várakozásról szólt minden. Arról, hogy ilyenkor egy kicsit lassítani kell és odafigyelni egymásra, azokra is, akiknek nem lesz olyan fényes az ünnep, és akiknek az adomány jelenti a karácsonyi ajándékot.